A Magyar Rally Bajnokság 8-as géposztályát maximális pontszámmal vezető, az OB1-es mezőnyben újonc, Matók Ádám Kamaraerdőn tesztelte és szimulálta a jövő heti Veszprém Rally gyorsasági szakaszait. Hasonlóan köves egyes részeken és hasonlóan süppedősebb, ilyen földes jellegű, úgyhogy mind a két tele viszonylag fel tudunk készülni. Két szempontot nézve is jó, tehát egyik szempontból a felkészülés szempontjából, hogy az Ádám versenyezzen, a másik pedig, amiért nagyon jó, mert teljesen hasonlóak a pályák, mint amiken versenyezni fogunk Veszprém környékén, és hát tényleg fantasztikus, csak gratulálni lehet a Hungarian Police Rally Teamnek, hogy ilyen pályát hoztak össze. A teljes első osztályú mezőnyből egyedüliként a Matók Szabó kettős áll 100%-os mérleggel két futam után, így Veszprémben akár bajnok is lehet a székesfehérvári páros. Most tényleg nem szeretnénk támadni, mert ki kell, hogy bírja az autó, hogyha most is elhozzuk a maximum pontot, akkor már nagyon közel van a bajnoki cím, és nem szeretnénk azért nagyobb autókkal küzdeni, hogy bebizonyítsuk, hogy gyorsak vagyunk, most tényleg a pontszerzés a legfontosabb. Menni szeretnénk nagyon, de ezt most nem tehetjük meg. Tehát most mindenféleképpen az a probléma ezzel, hogyha most nullázunk, akkor annyira közel jönnek a bajnokságba a többiek, hogy évközben nem lesz alkalmunk autót váltani, és még a bajnoki cím megszerzésre is nehézségekbe ütközhet. Ha most viszont megszerezzük az összes pontot, akkor annyira meglógunk a többiektől, hogy kizárt, hogy a következő két versenyen bárki is megelőzzön bennünket. Tehát azt gondolom, hogy itt célszerű most csak a célba érkezést nézni. A Veszprém Rallyt, vagyis a bajnokság harmadik futamát július 13-án és 14-én rendezik.